Az aszimmetrikus horror műfaj nagyjai, mint például a Dead by Daylight, Péntek 13, vagy az újonnan megjelent Evil Dead mellett nehezen tudnak érvényesülni a kisebb indie fejlesztők próbálkozásai. Szervusztok, üdvözlök mindenkit! Ha érdekelne a zsáneren belül egy kevésbé ismert cím, akkor mindenképp tarts velem. Ugyanis bemutatom nektek a Blackout Club című játékot a Goosebump mai videójában. A műfaj egyszerűsége ellenére nagyon sok helyen el lehet szúrni egy ilyen játékot. Épp ezért nem volt egyszerű dolgom azzal kapcsolatban, hogy eldöntsem, egy rossz vagy jó címről van-e szó a Blackout Club esetében. De ne rohanjunk ennyire előre. Vegyünk mindent szépen sorjában, és mikor lesz egy átfogó képünk, majd akkor hozzuk meg ezt a döntést. Kezdjük is el! Készüljetek, mert távolról indítok. Amikor belépünk a játékba, egy elég érdekes töltőképernyő fogad minket. A szöveggel nem sok mindent tudunk ilyenkor kezdeni, de a folyton kinyíló és összecsukódó szemforma biztos, hogy nem valami megnyugtató dolgot akar. A játékban található tutoriál megtanít minket az alapmechanikákra, mint például a guggolás, sprintelés és különböző tevékenységek, mint az ellenfelek leütése, meglövése és az előlük való rejtőzködés. De mégis minek kellenek ezek? Játék közben egyre többet tudunk meg arról, hogy pontosan mi is megy végbe a külváros egy szomszédságában, amiben mi is lakunk. Ez a helyszíne végig a játéknak. Annyival viszont már kezdésből tisztában vagyunk, hogy valami nagyon nincsen rendben. Nem csak a házakban, de az utcán is alvajáró emberek vannak, akiknek valamilyen furcsa ketyere van a fején. És akkor ez még csak a felszín. Ugyanis rábukkantunk a baráti társaságunkkal egy föld alatti központra, ahova szinte minden házból van egy lejáró. Itt mindenféle álcában dolgozó munkás van, akik teszik a dolgukat. De nem tűnnek olyan normális embereknek, mint akik fent is vannak. Na hát ezután kell nyomoznunk. Ezt tehetjük egyedül is, de legfeljebb négy barátunkkal karöltve. Viszont ha megfogadjátok a tanácsomat, akkor nem fogtok neki egyedül egyetlen egy missziónak sem, mert nem egyszerűek. Apropó misszió. A játéknak nincsen külön sztori módja, véletlenszerűen generál mindig egy küldetéssort, akárhányszor belépünk a városkába. Ez lehet egy eltűnt telefon megszerzése, valamilyen fajtájú bizonyítékok lefotózása, vagy egy rabulejtett gyerek kiszabadítása, és akkor még meg annyi dolog, ahogy haladunk előre a sztoriban. A feladatok fajtáiból már lehet következtetni, hogy nem fogadnak itt minket szívesen. Úgyhogy amennyire csak lehet, rejtőzködnünk kell. Ebben van segítségünkre a képernyő alsó, középső részén lévő szemikon. Jelzi, ha éppen guggolunk, fényben vagyunk, sejtik, hogyha ott vagyunk, vagy pedig egyenesen minket üldöznek. Emellett még fel tudjuk magunkra hívni a figyelmet azzal is, ha zajt csapunk. Ez lehet egy tetőről leugrás, vagy egy láda tetejének lerúgása, ha nincs nálunk a zár feltöréséhez szükséges eszköz. De úgy gondolom, hogy a legalapvetőbb dolgokat tisztáztuk, úgyhogy térjünk is rá a tárgyakra. A játékban a különböző akciókhoz használatos eszközök listája viszonylag hosszú. Nem túlságosan, de épp annyira, hogy változatos legyen mindegyik kör. Ebből adódik, hogy nem mindegyik küldetésnél fogsz találni épp szükséges tárgyat, ugyanis nem bőkezon osztogatja a játék ezeket. De fussunk is át rajtuk. A kötszerrel el tudjuk látni a sebeinket, ha megsérültünk volna. A szelet csoki egy kis időre plusz sebességgel lát el minket, és ez idő alatt egy keveset még gyógyulunk is. A villanógránáttal nem csak zajt tudunk csapni, hogy eltereljük a járókelők figyelmét, de az esetlegesen arra nézőket még meg is vakítjuk egy kis időre. Ebbe beleértve saját magunkat és csapattársainkat is, ha figyelmetlenek vagyunk. A svájci bicskával ajtók és lezárt ládák zárjait van lehetőségünk feltörni. A petárdával az ellenfelek figyelmét tudjuk elvonni. Az alvó csapdából kettő kell, hogy egyszerre nálunk legyen, ahhoz, hogy aktiválni tudjuk. Ha lehelyezzük ezeket a földre, egy kifeszített zsinór jelenik meg közöttük. Ha ebbe valaki belesétál, a belevezetett áram egyből kiüti. És ez ránk is igaz, úgyhogy erre is tessék figyelni.
A habgránát pedig a zajgenerálás mellett egy csúszós felületet képez a földön egy kis ideig, amiben ha valaki belelép, szó szerint kicsúszik a kezei közül az irányítás, így lehetőséget adva nekünk a menekülésre. És végül az altatódárc. Ezt önmagában csak akkor tudjuk használni, ha nagyon-nagyon közel vagyunk az ellenfélhez. Viszont ha van még nálunk egy nyílpuska, akkor akár távolról is tudjuk ezt alkalmazni. Ez a nyílpuska a három tárgy egyike, amit még a küldetés elkezdése előtt kell kiválasztanunk. A nyílpuska, a sokkoló és az elhajtható kampó lehet nálunk. Ugye a puskáról már most beszéltem. A sokkolóval nem véglegesen, de egy kis időre el tudjuk tenni láb alól a minket akadályozókat. A kampót elhajítva pedig lehetőségünk van egérutakat létrehozni, ha egy emelvény vagy magaslaton található részre dobjuk. Ezekre a tárgyakra nem tudunk a küldetések során rábukkanni, úgyhogy érdemes megfontolni, melyikkel tudunk a leghasznosabbak lenni a csapat számára is. Viszont nem csak ennyiből áll a játékosok eszköztára. Beszéljünk egy kicsit a különleges képességekről. Kétféle képességet különböztetünk meg. A fő és mellék képességeket. Ezek teljesen függetlenek egymástól és más dolgokban lehetnek a segítségünkre. A fő képességek esetében négy közül tudunk választani. Ezek lényegében a játékstílusunkhoz illő tevékenységekben tudnak nekünk segíteni. A Takedown Talent választásával olyan akciókat fogunk tudni feloldani, amikkel könnyebben tudjuk majd kiiktatni a különböző pályán lézengő ellenfeleket. Az Unstoppable-lel saját magunk és csapattársaink védelméért tudunk tenni gyorsabb regenerálódással és ideiglenes immunitásokkal. A drón egy érdekes választás lehet. Ezzel egy tényleges drónt is kap a karakterünk, amit irányítani tud, viszont ilyenkor ő maga mozdulatlan. Ezzel előre meg lehet nézni helyeket, ahova majd menni kell a küldetés során. További fejlesztésekkel pedig különböző extra funkciókkal is fel tudjuk szerelni az eszközt, mint például zajgenerálással elteréskép vagy külső tárhelyjel, amivel rögzíteni tudjuk a bizonyítékokat a távolból is. De utoljára hagytam a személyes kedvencemet, a hackert. Biztos észrevettétek, hogy vannak a játékban különböző térfigyelő kamerák, altató csapdák, amik csak arra várnak, hogy lebuktathassanak minket. De nem ezzel a képességgel. Ahogy fejleszted magadat, egyre több egységet tudsz majd kiiktatni azzal, hogy egy kis időre belepiszkálsz a rendszerükbe. Szerintem zseniális. A mellék vagy másodlagos képességek igazából apró bónuszok. Lehetőséged van minden meccset egy kötszerrel, altató lövedékkel, zárfeltörő készlettel vagy egy szelet csokival kezdeni. De úgy is dönthetsz, hogy jobban szeretnél inkább minden ládában egy második tárgyat is találni, vagy több staminával kezdeni a köröket. Ezek közül egyébként, hogyha úgy akarod, mindet kitanulhatod, viszont jobban megéri a drágább, de sokkal nagyobb hatással rendelkező főképességedre fókuszálni. Ahogy lépegeted a szinteket, úgy tudsz egyre erősebbé válni, de ez eddig gondolom tiszta. Ami az egészben érdekes, hogy veled együtt a játék is fejlődik és görgeti tovább a cselekményt. Idővel megjelennek új, nehezebb szörnyek, csapdák és a szomszédságnak a további részei is. A határ tényleg a csillagoség. Legalábbis elméletben. Ugyanis gyakorlatban egy ponttól túl annyira nehéz lesz a játék, hogy közel lesz a játszhatatlan kategóriához. Ez pedig egyetlen egyféleképpen lehet orvosolni. Ha feláldozod magad a hangok valamelyikének. Ez hasonlóan néz ki, mint a Dead by Daylight-ban a jelenlegi presztizselés. Minden képességed és bónuszod elveszik, viszont cserébe könnyebb lesz a játék. Hát, valamit valamiért. De térjünk is rá az utolsó szegmensre, amire valószínűleg már elég kíváncsiak vagytok. Nem tudom, hogy pontosan hogyan kéne ebbe a részbe belevágnom, ugyanis igazából nincs ilyen poszt a játékban. A legfőbb ellenség, akitől félni kell, úgy szint az AI által van irányítva, és akkor kezd el minket üldözni, ha sok bűnt követtünk el. Ezek a tevékenységek kis ördög fejikonnal vannak ellátva, de ide tartozik például az ölés, ajtók berúgása vagy a hekkelés. Ha túl sok ilyen akciót hajtunk végre, akkor elkezdi az egyik játékost levadászni a Shape. Őt szabad szemmel nem láthatjuk. Erre van kitalálva a szembecsukás mechanikája. Egy gomb lenyomásával és nyomvatartásával sárga fénnyel láthatjuk, ha ez az entitás közeledik felénk. Ha sikerül minket elkapnia, akkor mi is elalszunk. És nagyon sok energiájába fog kerülni a csapatunknak, hogy felébresszenek minket, ugyanis folyton menekülni fogunk előlük. De csak hogy ne engedjelek el titeket teljes búskomorságban, hogy nem lehet az ellenfél oldalán játszani, van egy opció.
lehetőségünk van ötös szint felett figyelőként játszani. Itt az a feladatunk, hogy egy másik csapatot lebuktassunk misszió közben. Ezt úgy tudjuk megtenni, ha elég ideig videózzuk őket a telefonunkkal. Viszont ez nem olyan egyszerű, mint amennyire annak hangzik. Ugyanis ha a csapat észrevesz minket, akkor lehetőségük van minket véglegesen eltenni láb alól. De ha sikerül felvételt készíteni róluk, akkor elbukják az egész küldetésüket. Szerintem egy kifejezetten hangulatos és atmoszférájában is teljesen eltalált játékról van szó Blackout Lab esetében. Elsőre lehet, hogy túl soknak tűnnek a rendszerek és ahogy minden összefügg mindennel, de nem nagy szerteágazó mechanikákról beszélünk, úgyhogy nincs ok az ijegységre. A játék jelenleg 12,5 euró Steamen 50%-os akcióval. Viszont nem tudlak titeket a játék megvásárlására biztatni addig, ameddig el nem mondom a legnagyobb befolyásoló tényezőt. És akkor a közösségről lenne most szó. Nem az a baj, hogy toxikus vagy hasonló, hanem az, hogy nincs. Persze most sarkítok, de az átlagos napi látogatottság épp hogy súrolja a 15-öt a Steam adatai szerint. És ez egy kópjátéknál annyira nem előnyös. Az ilyen adatokból adódóan egyébként 2021. decemberében ideiglenesen befejezték a játék fejlesztését, viszont azt kijelentették, hogy a szervereket még sokáig fenn fogják tartani. És ha esetleg változás állna be a játék populációjában, akkor visszatérnek a játékhoz majd a készítők. Úgyhogy a jelenlegi állás szerint azt tudom mondani, hogy ha van egy baráti társaságod, vagy csak egyetlen egy ember, akivel szívesen játszanátok egy minőségileg teljesen jó horrorjátékot, akkor ajánlom figyelmetekbe a Blackout Clubot. Egyéb esetben sajnos nem javaslom a beszerzését. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Nektek már volt lehetőségetek játszani a játékkal? Ha igen, akkor osszátok meg a véleményeteket a hozzászólások között. Ha pedig tetszett a videó és szívesen látnál ehhez hasonló tartalmakat a jövőben is, akkor pedig nyomd meg a lájkot és iratkozz fel a Goosebump YouTube csatornára. A következő videóban találkozunk. Sziasztok!